Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a State of Decay első epizódja. Megjött közben a kép. Nos, beszéltünk már erről a játékról kicsit régebben, és én meg is említettem, hogy nem túlságosan kiforrott, inkább így, de mindenféleképpen említésre méltó, ugyanis tartalmaz néhány olyan játékelemet, amit én az Álmaim zombi játékában feltétlenül benne kéne, hogy legyen, kategóriába sorolok, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem volna bemutatni, egész biztosan végig fogjuk játszani, de nem fogom olyan hosszúra húzni, hiszen még rengeteg játék vár ránk, de mindenféleképpen meg szeretnék mutatni egy-két dolgot vele kapcsolatban, na meg azért kikapcsolódásnak sem utolsó, ha az embernek elég nagy a gépe hozzá. Na már most, nekem a Game of the Year Edition szerűség van meg belőle, ami azt jelenti, hogy láthatjátok, hogy három különböző játékot kínál föl nekünk most. A State of Decay-t, a State of Decay Breakdown-t és a State of Decay Lifeline-t. Ez a kettő ez kiegészítő, ami teljes értékű játékként is játszható. A Breakdown az tulajdonképpen ugyanaz a mappa, amit az alapjáték ad nekünk. Teljesen szabadon bejárható, és folyamatosan túl kell élni, folyamatosan vinni kell a Survivor-énket és fejleszteni egy végtelenített játékmenetbe, amiben a story nem vesz részt. A Lifeline pedig ugyanezt a felállást mutatja be, mint a State of Decay, csak a katonaság szempontjából, tehát fölfejlett, tényleg kiképzett katonákkal megyünk be egy zombi apokalipszis világba, és próbálunk túlélni, miközben fogynak el a normális felszereléseink, és nem magunknak kell scavengelni a dolgokat. Tehát ez a kettő, ez inkább olyan majd ha a játékot végigvittük után dolog. Természetesen megmutatom őket, hogyha sokan kéritek, de én most maradok a State of Decay alapjáraton verziójával, úgyhogy kezdjük is el. Van nekem egy mentésem, de az most annyira nem érdekes. Új játékot fogunk kezdeni, de előtte belövünk egy kis soundot, ugyanis Effect Voice, a voice-ra adunk egy kicsit. Music nem kell. Szabad, oké, meg is vagyunk. Control settings, remélem úgy maradt minden, ahogy volt. Az irányítás egy kicsit baltával faragott, mint mondtam, rengeteg hibája van a játéknak, tehát nézzétek el neki. Viszont úgy látszik a control... Ó, megtartotta a control beállításomat, remek, mert ezt régen már egyszer föltelepítettem, csak ő nem mutattam be nektek, mert nem tartottam annyira érdekesnek, de mivel páran kértétek, ezért felkerült a listára, és hát ugye itt van. Szóval, akkor azok megmondanak. Kezdjük el akkor egy új játékot. Igen, csak egy mentésünk lehet, úgyhogy ezt előről fogom ugye kezdeni. Tehát a lényeg ugyanaz, mint majdnem az összes zombi apokalipszises világban, vagy játékban, ugye kapunk egy adott helyszínt, ami most egy ilyen hegyes-völgyes vidék, és ami nagyon tetszik a játékba, bum! Egyből bevág a sztoriba. Itt vagyunk a parton, és meg kell menteni a haverunkat ezektől a zombiktól. Taposd! Tehát egyből bármiféle instrukció nélkül bedob a játékba, és én ezt szeretem. Nem tudom, hogy miért, ne kérdezzetek meg, de nekem ez tetszett, mikor így bedobott egyből a játékba. Oké. Tehát ő itt Ed, a barátom, és most jelenleg ugye Markusszal vagyunk, a narancssárga inges fiatalemberrel. Igazából mi csak horgászni jöttünk ide, és egyből megtámadtak minket a zombik. És ez az alapfölállás, így dob be minket a játék. Ez már az elején nagyon megtetszett. Láthatjátok, hogy a grafika nem túl jó, tehát szépnek szép, de inkább, hogy is mondjam, a 2010-es éveket idézi, és ami plusz negatívum, hogy rettentő optimalizátlan, tehát még így is, hogy Liza már jócskán föl van tuningolva azóta, amióta először láttam ezt a játékot, még így is szaggatni fog néhányszor. Bal alsó sorokban láthatjátok az életerőmet piros csíkként, a kék csíkként a staminámat, majd egy minimappot és a küldetés leírását a bal alsó sorokba. Továbbá láthatjátok ott az itemeimet, amiket most váltogatok. Van egy painkillerünk és van egy snackünk, ami a staminánkat tölti fel. Painkiller természetesen az életerünket. Nyomunk egy tabot, akkor megkapjuk az inventory-t. Az inventory nagyon tetszik. Nem tudom miért, ne kérdezzétek, ez a icike-picike kis notes, ez nekem nagyon bejön. Láthatjátok, hogy itt van a nevünk, Marcus Campbell, 75 életerünk van, 115 staminánk, és vannak bizonyos perkeink, amiket ugye megváltoztatni nem lehet, de mellé még gyűjtetünk. Itt van a hátizsákunk, és itt van a hátizsákunk férőhelye. 61, nem tudom, font akar ez lenni, nem tudom, ebben majd javítsatok, hogy tévednék. Ezzel most még egyelőre nem kell törődni, hiszen nincsen home, tehát nincsen otthonunk. Mi csak két csávó vagyunk, akik kijöttünk horgászni, aztán megtámadtak minket a zombik. Ennyi. Ugye, itt vannak a perkeink, a Born Leader, az a született vezető. A Clerk, az pedig a munkánk, amit ugye végeztünk. Szeretünk kocogni, és naturál atléták vagyunk, tehát elég jól is bírjuk a futkározást jobbra-balra. Itt láthatók a
a skilljeink, ugye ahogy használjuk a shootingot, a powerhouse, tehát a hordást, a leadershipet, tehát a vezetőként, hogy szereplünk, a harc, a vicc, az a bátorság, tökösség, kardió, ugye a rohangálás, ugye a kardió, és akkor ezek, ahogy használjuk őket, úgy fognak fejlődni. Itt van mellettünk még Ed Jones, aki hát jelenleg még nem váltható, de később majd váltható, választható karakter lesz, és itt vannak a küldetéseink. Tehát ennyit tudunk az egész játékról, megtámadtak minket a zombik, és most biztonságos helyre kell menni. Ahogy futunk, staminánk csökken, lehet így dodge-olni, lehet hosszan nyomva a C-t googolni. A bokorba természetesen jobban el vagyunk bújva, le is lassít a karakter, ahogy beértek a bokorba egyből. Hopp, ott látunk még egy zombit. Hogyha googolva sietünk, ja, azt még nem lehet, azt meg később lehet, bocsánat, akkor vegyétek, hogy nem mondtam semmit. Tehát egyelőre, ugye csak googolva tudunk sunyulni. Itt van egy zombi, XP természetesen jár az ölésért. És ha lopakodva tudunk egy zombi mögé kerülni, nem úgy, mint az a birka, akkor megölhetjük. Így, és így, hogy lefogta, így szétcsaphatjuk a fejét. Tehát itt a csapatmunka egészen jól működik, és meglepően okos az emály. Tehát talán kétszer, ha akad be nekem karakter. Így miközben segítenie kellett volna nekem, úgyhogy nem annyira rossz ez a történet. Na most itt találhatjuk a térképet, egészen nagy. Itt vagyunk most, egy icike-picike Ranger Stationbe kell ide fölmennünk, de láthatjátok, hogy egész sokat lehet mászkálni, ami a lootolás szempontjából igen-igen jó. Van itt egy nagyobb város, van itt egy kisebb, van itt is egy kisebb tanyasi, itt szántóföldek vannak, körbevesznek minket hegységek, és a kivezető utat, azokat hát elzárták. Nem kicsit. A térkép is nagyon tetszik, rettentő feelinges, hogy tényleg egy ilyen széthajthatós térkép az egész, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon bejött, ez az egész real life feeling, és közben nem áll meg az idő, tehát ténylegesen csak olyan, mintha kihajtanánk a térképet a zsebünkből, és ezek a dolgok nagyon-nagyon tetszenek számomra, nekem. Szóval, ups, a kis mini térképen láthatjátok a piros pöttyöket, ahogy a zombik ugye megjelennek. A piros pöttyök azok olyan zombik, amik már látnak minket, tehát észrevettek. A másik bónusz dolog a játékban, hogy ha sok zombi van, hát igen, most például pont beakadt egy ellenfél, akkor lenyomhatnak akkor, kidobott a játék, akkor is, hogyha jó fegyvereink vannak. Tehát itt tényleg a sok loot disznót győző alapon megy ez az egész. Még mielőtt oda mennénk, ahol a küldetés van, közben láthatjátok, hogy besárgult a bot a kezembe, a minitérkép fölött egy kis sárga pöcök jelzi, hogy a bot már használatban van és eléggé tropa. Szóval, ez eltörhetnek a fegyverek mindenféleképpen. Még mielőtt oda mennénk a Ranger Stationhez, lootolunk egy kicsit, megmutatom, hogy működik a loot rendszer a játékban. Lehet természetesen mászni, hát természetesen. Általában az... Jaj! Ezekben a játékokban azért elég jól lehet. Na most Ed nagyon beszaladt oda. Elvel lehet rúgni, ha rárúgjátok a falra a zombikat, akkor szét lehet instant killezni lehet őket, látjátok, hogy így a fegyverem sem sérül, és egész gyorsan ki lehet őket nyírni. A zombiknál loot nincs, viszont amint beértek egy... Anyád. Amint beértek egy olyan házba, ahol lehetséges a loot, az egy szép kill volt, akkor megjelenik New Location, kiírja bal felső sorokba, nektek ott van, hogy Public Restroom, és három kérdőjel, tehát amíg van kérdőjel a szobába, addig itt lootolhatók a dolgok. Tehát itt van valami, amit meg lehet találni, ki lehet lootolni. Körbe-körbe mentek, akkor megtaláljátok őket, de ne felejtsétek el, hogy ez az egész épület annak számít. És a kis minitérképen a sarokban láthatjátok a fekete pöttyöket. A fekete pöttyök azt jelzik, hogy hány helység van így a játékon belül, ami lootolható. Tehát ha az előbbi helyen ugye nem is találtunk semmit, tehát ha odaben nincs semmi, ami lootolható, szétrúgtuk a fejét, akkor másik ajtót kell találni. Balegérgombbal betörhetjük a kis hullámzó fény karikákat a karakterem körül, a hang rezgés jelzi, tehát hogy az akkora zajt csapunk. Ha közelben van zombi, akkor azt meghallja. Láthatjátok, hogy E-gombot nyomva tartva a fénylő szekrényre lootolhatjuk a dolgot. Találtunk bent még egy medikitet, azt eltesszük szépen space-szel, ugye bekerül a hátizsákunkba, ez tekkelődik azt hiszem 4-be. Tehát ez a szekrény üres, de még mindig lehet lootolni. Láthatjátok, hogy a polc is van. Na már most, ha nyomva tartod az E-t és lootolsz, de közben nyomsz egy shiftet, akkor még gyorsabban lootolsz, de fennáll a veszélye, hogy leszakad a polc, hogy valami történik, amit persze nem fogtok látni, de hallani igen. És nem csak ti, hanem a zombik is. Tehát ha nagyobb zajt csaptok, értelemszerűen több zombi jöhet, és gyorsabban. Úgyhogy csak óvatosan ezzel a speedy lootolással. Később persze lesz egy perk, amit kifejlesztve halkabban tudtok
Az ajtó berúgás is egyébként rettentő hangos. Hopp! Pip! Úgy. Ha az egyik társad lefogja a zombit, akkor akár szét is rúghatod, és ebben nem fog sérülni a fegyvered. Ami most nem is baj, mert nekünk elég gáz az a kis bot, és nem sokára lassan el is törik. Szóval most itt lootolunk, 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 aztán ez az utolsó hely, amit lootolhatunk. Ah, találtunk egy rozsdás macsetét. Kilootoltuk, és egyből kiraktalkunk a játék, hogy nothing left. Tehát az az épület be lett feketén, X-elve láthatjátok a térképen is. A fehér kör piros gyűrűvel azt jelenti, hogy azon a területen belül meg lett tisztítva minden, ergo nincsen zombi a közelben. Tehát itt lehet bátran futkosni, lehet szedegetni a cuccokat, azon kívül viszont már lehet, hogy találni fogtok. Tehát ez a terület most tiszta. Ha elmegyek és később visszajövök, akkor természetesen a fehér gyűrű eltűnik, a piros gyűrűs fehér kör eltűnik, tehát azt jelenti, hogy oda vándorolhattak még zombik. Azok után, miután mi lett, kitisztítottuk. Nézzük meg ezt a pár házat. Jó lenne szerezni egy nagyobb hátizsákot, főleg ennek a karakternek, hiszen... Áó, ez fájt. Hiszen ő szerető futkosni meg minden, úgyhogy elég jó a kardiója. Mennyien vannak. Ami azt jelenti, hogy ő elég sok cuccot elbír. Érdemes ugye nem ketté válni. Oké. Oké, ő halott. Ami még nagyon tetszik ebbe a játékba, és szerintem rengeteg játék átvetni tőle, az a vault rendszer. Ami azt jelenti, hogy be lehet ugrani így az ablakokat. Meglepve ezzel a zombikat, és hatalmas zaj csapva, de nekem nagyon tetszik. Üsse szét. Oké. Okay. Még van itt valami a közelbe. Tehát mondta is a csávó, hogy not alone here. Tehát ő valahol még van egy zombit a közelben. De azon most nem foglalkozunk, hanem lootoljuk itt a hátizsákot. Szépen sorban. Ebben a kabinban csak ez az egy dolog van, úgy látszik, amit lehet lootolni. Mindig ilyen halvány fehér fénnyel jelzi, hogy nem annyira vészes megtalálni. Még egy macsete. Nagyon jó. De akkor váltsuk is le ezt a botot. Láthatjátok, hogy véges a helyünk. A botot elekvippelhetjük kuha, vagy elpusztíthatjuk elvel. Most ennek mennyi a sebzése? Ez nehezebb, mint ez. Ez egy fontos, az egy három. Most ez van a kezünkbe. Akkor legyen is az, használjuk el először azt, az úgy látszik, hogy az a gagyib, ez a rozsdás macsete. Tehát ebben a kabinban már nem maradt semmi, viszont zombi még lehet a környéken, hiszen nem kaptuk meg a fehér karikát. Na, most megkaptuk, oké, nincs több zombi. Ott van egy. Ott van, oké, ezt jelezte nekünk a játék az elején. Ha egy zombi van, azzal könnyen el lehet bánni. De azért a staminára figyelni kell, láthatjátok, hogy igen gyorsan zabálja le a staminát, még ennél a csávónál is, aki elég fit. Ó, ketten is jönnek. Húj. Adjunk nekik. Oké. Okay. Jó. A powerhouse szintünket avval lehet növelni, hogy mennyien jönnek. Hogy ilyen rúgdossuk, meg dobáljuk a zombikat, tehát lényegében véve tényleg erőt fejtünk ki. Nagy erőt. Neki szaladva és E-gombot nyomva ellökhetjük magunktól a zombikat. Ami szint úgy hasznos. És innen lentről is be lehet ám bautozni, tökre jó. Fiat. Puh! Ez a beugrás az annyira király. Jaj! Elkapott! Úristen mennyi! Jó beugrottunk. De semmi gond, a macsete segít. Oké, okay, meghalt, meghalt. És kész. Kitisztítottuk szépen. Bár megsérültünk, de van három painkillerünk. Ugye azt beveszek egyet. Szépen lassan, fokozatosan feltölti a HP-nkat. Minél durvább gyógyszert veszünk be, annál gyorsabban és annál többet tölt rajtunk. Na, itt van egy kabin. Ugye megint van itt egy zsákunk, amit megnézhetünk, hogy mi van benne. Jó lenne egy nagyobb hátizsákot találni. Snack. Nem annyira rossz. De már itt nem is maradt semmi, hogy mehetünk tovább. Szépen kinyitjuk az ajtót. Kifelé egész gyorsan nyílik. Itt van még egy kabin, amit átnézhetünk. Vannak egy páran. Később persze lesznek másfajta zombik is, sikoltók, meg a nagy darabok, meg a robbanósok, ugye, a bűzlősök, majd minden... Elfelé lehet lökni egyet a zombin szépen. Oké, okay. Jönnek ki a többiek! Elfel ellökjük, aztán széttrappoljuk a fejét. Hát most nem nyomtam ütést, de mégis a macsetét használta. Megnézzük még ezt a kabint is. Nothing left. Oké, okay, tehát ez már eleve üres volt. Tehát ezek itt ki vannak lőve. Lerakhatunk magunknak egy jelzést, úgy, hogy azt nézzük meg. Ugye a kis térképen a kis iránytű látjuk zöld nyíla, hogy merre kell mennünk. Ezeket a kabinokat szépen végigvizslatjuk, csak hogy így kapjatok egy kis glimpse-t a játékból, hogy végül is miről szól az egész. Igazság szerint
amolyan stamina management elős, lootolgatós, minimalizált bázisfejlesztős zombi túlélő játék. Tehát ha valaki nem akar túl sokat macerázni a bázisfejlesztéssel, viszont van ehhez a játék elég jó gépe. Hopp, egy kill. A földre kényszerített zombit ugye le lehet szúrni F-fel. És a leadership, tehát a vezetési készségünk kettes szintre nőtt. Odafönt van egy kisebb házikon, azt még szépen megnézzük. Tehát level up a skill. Nézzük a journal-t, ugye leadership följebb lépett egy szintet. Plusz 25%-kal több friendship-et kapunk. Ugye menedzselnünk kell ugye az embereinket is, tehát úgymond, ha majd lesz egy rendes bázisunk, akkor ott ugye figyelnünk kell a társainkra. Tényleg ilyen, valakinek kicsit elgurul néha a gyógyszer, begurul, de ezt általában írja is a karakterlapon, hogy valaki hirtelen felindulás, tehát ilyen hamar, hamar berág, valaki sokkal nyugodtabb, viszont az lustább is, valaki felelőtlen, tehát elhagyja a fegyvereit, és akkor ezekből születhetnek igazi ilyen kis real life konfliktusok, tehát az egyik ember nem szereti a másikat, azokat el kell vinni, dumálni egy kicsit. Jó, hogy milyen vannak már megint. Tehát törődni kell tényleg az emberink, és ez is nagyon tetszik. Tehát ilyen kis nem csak bázis és stamina management, hanem olyan group management. Tehát ugye a kis csapatunkat is. Hoppá, most láthatod, hogy problémában van a csávónk, mert elkapták sokat. Oj, de szép volt! Ezek a mozdulatok egyébként egészen jól meglettek csinálva a játékban, ahhoz képest, hogy annyira, mint mondtam, nem kidolgozott. De ez a része nekem nagyon tetszik. Nagyon kis ötletes, és nem bonyolult, tehát így el lehet vele szórakozni jó néhány órán keresztül, amennyit az ember belőle tulajdonképpen. Na, itt van még egy hely, amit lehet lootolni. Nézzük ezt a szekrényt. Végig is lehet szaradni a sztorin, ami, mint általában a zombis játékoknál, nem egy nagy durranás, de ha rászállja az idő az ember, főleg a végtelenített játékmenet, ugye amit mondtam, hogy a játéknak a... pillanat. Tehát a Game of the Year Editionnek a része, a szerves része, akkor egészen szép kis durva, jól felpimpelt túlélőket lehet csinálni. Mert azért, ha csak végigszalad az ember a sztorin, akkor nem nagyon fogja tudni fejleszteni az embereket. Na, nézzük meg azt is akkor. Átnézzük még ezt a pár házat. Szép, és lényegében véve lootolhatunk kétféle dolgot. Egy, ugye amit magunkra pakolhatunk, táska, fegyver, közelharci fegyver, ugye lőszer, kajapia, energy drink, mindenféle sebkötöző eszközt. Jóságú úristen, miért vagytok ennyien? Oda toltuk a falhoz, leszúrtuk a földön. Nagyon szép, nagyon jól meg vannak csinálva ezek a kis killek. Oda csapod a falhoz a zombit, akkor így föltolhatod a fejét a fegyvereddel a falra. De sok F betű volt ebbe, és akkor avval így... avval így lényegében véve instant killezed. Hogy most már ez a macsete is kezd kikészülni. Ugye minél durcább fegyverünk van, annál tovább bírja. Kifőtt a stamina. Most láthatjátok, hogy liheg az emberem. Most ennem kéne egy snacket, hogy föltöltsön. De ha vártok egy kicsit, akkor visszapörög a stamina. Persze ez a várás, ez annyira nem lehetséges, ha éppen 82 zombi vesz minket körül, vagy éppen futnak utánunk. Mi van? Ez mi volt? Na, rúgjad, üssed! Oké, leszúrjuk. Érdemes sokat rugdosni, meg ilyeneket csinálni, hogy ne a fegyverünk használódjon el. Oké. Fighting, tehát a fegyver, a harcolás, ki vagyunk fáradva, mint a disznó. Tehát a harci skillünk is természetesen növekszik. Én szeretem Markuszt, mert olyan mindenes emberke, és nagyon sokat tud lootolni, és tudjátok, mekkora hoarder vagyok. Tehát én nem is nagyon használtam a játéknak azon részét, hogy lehetett váltani karaktereket, hiszen lesz majd egy hátulütő. Ezt most elfogyasztjuk. Q-val. Ne foglaljon nálunk helyet. De lesz majd egy hátulütő, ha sokat megyünk egy emberrel, az kifárad. Tehát ha nem alszunk vele két napig, akkor a maximum staminája ideiglenesen lecsökken mindig egy kicsivel. És hát kevesebbet tud harcolni, kevesebbet tud rohangálni, amit ki lehet tolni ugyan kávéval, energiaitalal és hasonló lootolt cuccokkal bizonyos ideig, óráig, de nem végtelenség. Tehát valamikor kell majd vált... Opa, azt ott hagytuk, azt a kabint, vagy... Hát, ott van még egy, először azt nézzük meg. Opa. Oké, tehát most ide jött ez zombi megint, de semmi gond, fölmegyünk. Lehet így mászni, tehát bizonyos szintig magasságokat abszolválhatunk egész gyorsan. Na, ez egy jó kis glitch volt. Ellöktem a zombit és éllököttem el a zombitól. Oké, érdemes erre az instant kire rámenni.
hogy ne tudjanak elkapni minket a zombik. Egy-két pofon után már letérdel a zombi, és akkor érdemes vagy így kinyírni, igen. Ez viszont random váltja a játék, tehát hoppá, igen, ajtóval is be lehet lökni a zombikat, by the way, és ez is egy nagyon jó kis elementje a játéknak. Ott van a kis táska, amit lootolni kell. Hoppá, most csaptunk egy kis zajt, de megérte, mert itt az első lőfegyverünk. Ha jobb egérgombat céloztok, automatikusan előkapja a lőfegyvert. És ha belegérgombot csapkodjátok, akkor csak simán a melee weapont használja. Tehát így instant ki lehet kapni a lőfegyvert, ami elég erős. Tehát most legyen szó bármilyen fegyverről, most ez a kis revolver van. Ha fejre lőttök, az kill. És majdnem mindegy milyen zombinál. Tehát ha csak nem a nagy blowtert vagy az ilyesmit veszük, akkor itt tényleg kill a fejlövés, ami nagyon nagy pozitívum az én szememben egy zombi játékkal kapcsolatban, tehát... Ja. Na, itt van egy kis tábor, bár ezt nem jelöli a térkép, de a vadonban ott találhattok ilyen kis táborhelyeket, amiket szintúgy érdemes lootolni, hiszen hátizsákot találhattok, vagy élelmiszert, ami megint csak ugye jó jön. Itt van egy hátítat, jó? Most csaptunk egy kis zajt, de nem jöttek a zombik szerencsére. Bár egy fehér... Aha! Az meghallott, az most ide jön, de Ed fedez minket, amíg mi lootolunk. Semmi nincs itt. Ki? Hű! Úgy. De van még itt még egy matyó. Természetesen, ha nem tudjátok magatokkal vinni a cuccokat és itt hagyjátok a táskába, az még itt lesz. Tehát loot respawnnal én nem találkoztam, és itt a nagyobb táska. Take. Equip. És már is kaptunk két új izét. És kaptunk egy fáklyát, meg egy 983-as vadászpuskát. Amiben szerintem nincs lőszerünk. Várjátok. Q-val ugye equipeljük. Van még. Ó, ugyanazt használja, mint a pisztoly? What? Hogy lehet az? Mit? Ja, itt is vannak a fegyver tulajdonságai. Mennyit bír, mennyire hangos. Ja, nem, hogy hangtompítót lehet-e rátenni, igen. Lehet-e rá... mi a francot? Szkópot pakolni, a visszarugás, a zaj, hogy maga mennyire magába a fegyver, milyen hangos. Ez pedig azt hiszem a pontosságát jelzi, meg ez meg a súlya. Hát igen, jócskán nehezebb, mint a pisztolyunk. Mert nem csak, hogy az inventory space-re kell figyelni, hanem arra is, hogy mennyi a súly benne. Itt van, láthatjátok, hogy mennyit bírunk. Hát kb. Félig tele vagyunk. Ami nem egy durva. Ja, ugyanazt használja szerintem. Igen, a 0.22-es kalibert. Hát ez érdekes. Maradjunk a puskánál egyelőre, ja. Tök jó, az a hátizsák pont megy is a mellényünkhöz. Na de nézzük meg a többit. Igazság szerint a lövés az rohadt hangos, tehát tényleg csak akkor használjátok, ha már feltétlenül muszáj. És ha a városba vagytok, akkor ez duplán igaz, tehát ott meg aztán rengeteg. Nothing left. Oké, akkor ezt már kilootolták, és úgy látszik, hogy itt volt is egy valamiféle kisebb, hogy is mondjam, mészárlás. Na de menjünk most már akkor a célunkra. A current objective, be kell mennünk ebbe a kisebb raktárba. Vagy raktárba? Ranger Station, bocsánat, de vagy raktár. Nagyon jó kis vautok vannak egyébként a játékban, ez attól függ, hogy milyen gyorsan futsz neki, milyen magasról ugrasz rá, és ezek nagyon jól meg vannak csinálva, amit rengeteg játékból hiányolok. Oké, tehát ez egy ilyen ideiglenes szállás, a maradék túlélők idejöttek. De senki nem tudja, hogy mi történik, mindenki csak scavenger, mindenki ugye pakolja föl magára a cuccokat, és próbálják túlélni, mert próbálnak rájönni, hogy mi történik. Van itt néhány sérült ember, akit meg akar védeni. Nagyon kevés NPC kinézet van, nagyon kevés karakter, skin. És hogy is mondjam, talán pont azért életszerűtlen a játék egy kicsit, mert annyira életszerűek a karakterek, vagy nem is tudom. Tehát itt tényleg senki nem akar virág megváltozni, mindenki törődik a saját dolgába és próbálja túlélni. Na itt vannak a supply lockerek. Ez egy jó kis újdonság, hogyha ráviszed a kurzort a lőszerre, akkor láthatod, hogy melyik fegyver használja. Amúgy is látható volt, tehát ez a homályos, nem homályos azért eléggé világosan kifejezi, hogy mi mihez való. De most már úgy látszik, volt egy update, ami be is zöldíti a fegyvereket, amihez még jó. Tehát itt vannak a lockerek. Ugye láthatjátok ezeket a statisztikákat, amiről még nem beszéltünk. Van a kaja, van a gyógyszer, van a lőszer, van a, hogy is mondjam, alapanyag. És van a benzin. Ugye ezeket fogyasztják az emberek nap mint nap, elhasználják értelemszerűen kaja, gyógyszer,
egyértelmű, lőszerű szintén egyértelmű, egyértelmű az építő anyag, ez az, amivel a bázison létrehozható apró fejlesztéseket, oda világít a fejem, bocsánat, apró fejlesztéseket ugye végre tudtok hajtani, a benzin pedig megint csak kell mindenféle, ez van a population, tehát öten élnek ebben a kis menedékben, a home status az ennyi, tehát ennyire vagyunk felszerelve tulajdonképpen jól. Az influencerről még nem beszéltem, na már most minden egyes home-ban van egy ilyen supply locker és ellátmányos láda. Minden ugyanígy néz ki, tehát meg lehet találni. Ha rámentek, akkor láthatjátok, hogy mennyi elérhető influencer van. Ami bent van cucc, akármi, legyen szó itt most lőfegyverről, vagy bármiről, az nem pénzbe kerül, hanem influencebe kerül, hogy kiszedjük. Tehát amennyire szeretnek, annyi az influencem, és az influencet elhasználhatom arra, hogy kivegyem a cuccokat a lockerből. Természetesen ugyanúgy kapunk is influenzt, hogyha beteszünk valamit. Nézzük meg, most betesszük a táskát, amit már nem használunk. Úgy látszik, hogy erre nem adtak nekem semmit. Akkor valószínűleg az influence még nem működik, ez később bekapcsol majd a játék folyamán, de én ezeket a... Igen, most még nullába kerül kivennem bármit is. Jó, elveszem azt a lőszert, amire szükségem lehet, viszont ezt még beteszem, hogy legyen egy kis helyem. Na, oké, most megvagyunk. Beszélnünk kell itt valakivel. Ha minden igaz. Ugye itt van a sérült emberkénk. Megreppettek a bordái. Itt láthatjátok a fegyvereit, és hogy mihez értenek. Mik a perkjeik. Mivel harcolnak. Oké, ezt már megnéztük. Na, itt látható a háznak a keresztmetszete idézőjelbe, és ezek azok a fejlesztések, amik eszközölhetők. Itt van egy raktárrész, az upgrade, ami most nem elérhető, meg a eltörlés, ami szintúgy nem elérhető, ez pedig a gyógy rész, lényeg, ahogy gyógyítják ugye az embereket. Látjátok, hogy aksi feltöltés egy plusz jel, és outpostokat lehet majd hozzáállni, de ez a ház még nem fejleszthető, mert ez még nem a miénk itt, nem mi vagyunk a górék. A góré itt most jelenleg a... az a csávó. Na, most az a lényeg, hogy a küldi szerint... Oké... Okay. Küldi szerint hova is kell mennem? Oké... Okay. Azt hiszem körül kéne néznem, minden igaz. Így is van, van itt egy water tower, vagyis egy víztorony, ahova fölmászva tegelhetem a dolgokat. Ilyen magas helyek szerte a mappán jelen vannak. Ezeket megmászva... Hoppá, valaki lőtt. Hallottátok is? Ezeket megmászva körülnézhetünk távcsővel lényegében véve, és tegelhetünk olyan dolgokat, jobb egérgomb, vagy fegyver, amiket érdemes lootolni. Ott egy campsite. Ott egy másik campsite. Ott van még egy campsite. Láthatjátok bal oldalt ott a kis térkép fölött a surveying, az, hogyha betelik, akkor minden egyes innen látható helyet megtaláltunk. Ott volt a kabin, ugye a kabinokat már végignéztük, tehát azt már jó, hogy előre megcsináltuk. Hol van? Ott van még valami. Ott egy raktár. Minél nagyobb az épület, annál tovább tart a surveying, minél kisebb valami, mint például egy kocsi, annál gyorsabb. Kész van a surveying, most már csak vissza kell mennünk beszélni az emberkékkel, de hallottunk lövéseket, úgyhogy ezeket a lövéseket most megnézzük, hogy honnan jöttek. Ezek a dolgok, amiket... Oh, igen, itt most keresztül másztunk a haverunkon. Ezeket a dolgokat, amiket tegeltünk, megjelölt nekünk a térkép. Innen jött a lövés. Először még ezt a campsite-ot, meg azt a campsite-ot végignézzük. És utána megyünk tovább. A létrát a zombik hála jóinek nem tudják használni, de megtalálják a módját, hogy följussanak, hogyha olyan helyen vagytok, úgyhogy csak óvatosan, nem jelent feltétlen biztonságot a legmagasabb hely a játékban. És a földön vagy, és taposunk. Vagy szétveri nekünk ő, igen. Később adhatunk majd a karaktereinknek, akik velünk vannak itt mellettünk, más-más fegyvereket. Természetesen ugyanúgy, mint ahogy én váltom a karaktereket. Láttam bent valakit. De ez majd még várat magára. Most ez ilyen tutoriál rész a játékban eléggé. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha nem láthattok mindent. Meg nem fér bele ebbe az epizódba minden. De láthatjátok, hogy azért van a játékban kakaó, tehát van benne, van miért játszani vele, tehát szerintem abszolút jó pofa, el lehet vele simán lenni tök sokáig. Én nagyon sok időt beleéltem, sokkal többet, mint gondoltam volna. Idő után természetesen kicsi repetitívvé válik, és főleg azért, mert
nagyon sok dolgot nem muszáj benne csinálni, amit végül is csinálunk benne. Tehát simán meg lehet lenni folyamatos lootolás nélkül is, simán meg lehet lenni azok nélkül a dolgok nélkül, amik a játék savát, borsát megadják. De hát na, tudjuk, hogy nem ilyenek vagyunk. Szeretünk fejleszgetni meg minden. Upsidé, powerhouse, nice. Ha sokat rúgdolunk meg, lögdösünk, akkor a powerhouse az nagyon hamar föl fog nőni, ami azt hiszem azt is eredményezheti, hogy több súlyt bírunk el, de ebben nem vagyok biztos. Na, itt már nincs semmi, tök jó. Oké, tehát megvan a két campsite, ott van még egy. Ugye először, amikor szörvei jöttünk, megnéztük ezt a campsite-ot is, de itt már kielezte nekünk a fekete X-et, tehát azt jelentette, hogy itt már eleve nem volt semmi. Tehát onnan föntről láttuk, hogy ide bent már nincs semmi. Ez azért érdemes figyelemmel kísérni, mikor lootolni indultok. És ráadásul most még csak azokat a dolgokat találjuk meg, amik magunkra pakolhatók. Majd később lehet szedni olyan dolgokat, amiket a bázis építéséhez és fejlesztéséhez lehet használni, ami megint csak plusz helyet kíván, sőt, járművet. Még egy nagy táska, és még egy fákja. Oké, szerintem ezt... Hát igen, most jön az, ahogy mi van. Ezt elhasználom, és beteszem a másik nagy táskát. Ez milyen színű? Zöld. Jobb a fekete, az megy a mellényünkhöz. Ez a nagyobbik táska, kétféle táska van csak a játékban, amit így lehet használni. Ez elég sok fémet ér, tehát elég sok pénzt lényegében véve. Nem fém, mint vasfém, hanem fém, mint hírnév. Ahogy de szépen lecsúsztam, és ezt nem is akartam. Na, most aztán itt lövések vannak, úgyhogy sietnünk kell egy kicsit. Valaki bajban van, és úgy látszik, hogy lövöldözni kezdett. Valami maja nevezetű. Hölgyemény! Jesus! Ami nem fejlővés természetesen, az nem is lesz halálos a zombiknál, mert pláne nem. De ami fejlővés, az az. Beglitchelt a karakterem. Milyen kis kaliberű puska, érdekes. Jaj, oké. És viszi a zombikat a víz. Azt bánom csak, hogy a zombiknál nem lehet semmi. Látszik, azok ott ragadtak. Jó. Tehát ő maja, ő lesz majd a másik karakter, akire lehet váltani. Ő egy olyan katonaszerűség volt, úgyhogy elég jól bánik a fegyverekkel, ha jól tudom. A hátulütője a hölgyeménynek az, hogy hiába van nála nagyobb táska, nem bír el túl sok mindent. A másik hátulütője a játéknak, hogy így közvetlenül átadni karakterek nem lehet semmit. Csak úgy, ha bepakoljátok abba a dobozba, ahonnan kiszoktuk venni, majd kiveszitek. A jó dolog viszont az, hogy a fame az ugyanannyit kapsz befelé rakásnál, mint amennyit kifelé vételnél. Tehát ha mondjuk beteszel egy táskát, ami 20 fame-et ér, akkor 20 hírnevet, hogyha jobban tetszik, mert tudom, hogy valakinek így jobban fog tetszeni. Tehát ha beraksz egy táskát, ami 20 hírnevet ér, akkor ugyanazért a 20 hírnevér is veheted ki. Tehát nem veszítesz hírnevet berakásnál is kivételnél, legalábbis Markusszal biztosan nem. Hát igen, elég gőgáz az egész szituáció. Mi most ugye arról beszélgetnek, hogy fogják ezt az egész helyzetet megoldani. Próbálják viccel bevenni ezt a keserű pillulát, hogy most mindenki agyevő zombivá változott. Nem is hívják még őket zombinak, kanibáloknak nevezik őket itt még a karakterek, mert ugye nem tudják, hogy mi a franc van. Aztán majd persze később erre is fény derül. Fákják azok igazából zombi terelésre valók, este annyira nem fognak világítani, mint amennyire szeretnénk. Na meg a franc akarja, hogy fénylő hátsóval rohangáljunk éjszaka, miközben a zombik ugye vadásznak ránk. Tehát itt jóformán átnéztünk, nem nagyon jóformán, ténylegesen átnéztünk mindent. Úgyhogy szépen visszamegyünk a Ranger Stationbe, és akkor megbeszéljük, hogy mi legyen a többiekkel együtt. Hoppa, egy zombi. Megpróbálom stealth killezni. Ezek nagyon jól néznek egyébként. Stealth killek. Püff a fejét szét a betonon. Állat. Amennyire kis titkítottnak tűnik a játék, ezek a move-ok benne sokkal inkább megkövetelik a... hogy is mondjam, tiszteletet? Vagy nem tudom, minek nevezzem én ezt. Tehát ilyen move-okat sokkal durvább játékokba szoktam látni. Mint semmilyen kis...
baltával faragott játékokba. Na és most van, beütött a krach, vagy a krach. Lecik meghaltak. Ja. Egy perc ezelőtt mi mindenki rendben volt. Kicsit olyan a grafikája, mint hogyha, nem is tudom, az embereknek ugye, mint hogyha ilyen San Andreasból szalajtottak lennének. Hát meghalt, ugye Ed megvizsgálta a pulzusát. Megnézzük, van-e nála igazolvány. És... puff. Mi meg csak állunk, nem csinálhatok semmit. Hoppá. A potétóim, mi van már? Nem enged közelebb menni. Nem bírok közelebb menni. Na. Jesus. Oké. Okay. Jó, tehát igazából nem tudtam volna megölni Edet így se úgyse. Ő volt Thomas, ugye a ranger, aki befogadott minket ide. Tehát ugye megvizsgálta a púzusát, nem volt púzusa, ergo ugye zombi volt már a csávó. El kell innen tűnnünk, felszedjük a cuccokat. És elhúzunk innen a vérbe. Nagyon jó. Na nézzük. Hú, még egy kis lőszer. Úgyis ellőttem egy csomót sajnos. Itt már válthatok karaktert? Switch. Igen, itt már fölkínálja a kút, hogy switcheljünk majára. Először beteszem ezt oda. Ez könnyebb, ugye, mint... Ja nem, ez nehezebb, mint az... Aha, jó, mindegy. Ezt beteszem, azt is. Ebből is teszünk be egy 6-ot. És meg is látjátok mindjárt, hogy miért. Ezeket átpakoltam, és most váltok majára, és maját fölpakolom normális felszerelésekkel. Ugye Edre nem lehet, mert most sérült, meg minden baja van. És akkor így most majával vagyunk. Markus megkövet minket, akkor felszedjük a... Ó, van nála a hecsit, jó. Látjátok, ő már majdnem tele van, pedig kis táska van nála. De minden esetben azért felveszük ezt. Hú, majdnem tele is lett. Úgy, most nagyobb a helye, de ugyanúgy nem bír el többet, tehát óvatosan kell felszeregetni. Az aspirin az egészen jó kis fájdalomcsillapít, úgyhogy azt elvisszük. Lőszer, azok nem nyomnak túl sok súlyt, úgyhogy nála meg fölpakolunk ebből. És most vissza is váltok Markusra, mert hát ugye gyorsabb, meg erősebb jelen pillanatban. De legalább majánál is vannak most már cuccok. Markusra még benézünk, el tudunk-e vinni valamit. Pisztoly, semmiképp nem hagyjuk itt. Visszük a két táskát, legfeljebb, hogy eldobjuk útközben. Szóval, visszaváltottunk. Neki lehet futni az ajtónak, hogy kilökjük ebben, föllökve a mögött álló zombikat. Tehát a szorult helyzetből is van ki út, még akkor is, hogyha esetleg nem úgy tűnik. Na szóval, itt a kocsi, ezzel a kocsival kéne kijutnunk innen valahogy ugye értelemszerűen, hiszen gyalog, ez nagyon messze lenne. Ajaj. Olyan volt, valaki ránk rásolt volna. Mondjuk most hárman vagyunk, tehát annyira nem problémás a dolog. Hát a kocsit kéne elkötni. Először ide bemegyünk. Ez itt ide nem lehet bemenni, jó. Ez elég halk ez a fegyver, mert ugye kis kaliberű. Majdnem. Elintézik egyébként ők is elég szépen, tehát ő. Hopp, elvettük a walkie-talkie-ját a rangernek. És egy női hang szól bele, hogy ott van-e az apa. Nincs. Lily Ritter beszél velünk egyébként. Úgy is fel kellett használnom, mert nem voltunk tele, viszont van még itt valami. Oké, tehát van itt a közelben egy másik város. Hopp, fedezzetek! Ahol van egy templom. Abba a templomba szálltak meg a többiek. Oda kéne menni. Várjátok. Ez trükkös lesz. Ezt felveszem. Az a lőszer viszont van... most nem lehet váltani. Basszus. Miért nem lehet váltani? Nem enged váltani, de rossz. Na jó, hát akkor elviszük a lőszert mi. Ez a táska, ez destroy. Elviszük ezt a lőszert. Lőszer az nagyon fontos, gyerekek. Abban nem fogunk túl sokat találni. Legalábbis én nem találtam túl sokat.
Hoppá. Na de. Ugye volt a Rangernél kulcs is, meg rádió is, és a kulcs az autóhoz volt való. Úgyhogy most beszállunk a kocsiba, ők szépen bepattanak. Ez szintúgy nagyon tetszik, hogy felugranak a platóra és csak úgy vannak velünk. Bár nem fognak kilőni gangster módjára az ajtón, ablakon, de... attól függetlenül még jól néz ki. De lecsapkodhatják a körülöttünk lévő zombikat. Ami még nagyon bejön, ezek a zombik rátapadnak az autóra és elkezdik szétverni. Ezt lehet nem kellett volna. Ah. Oh-oh. Hú. Hát ezt megszívtuk. Ronin meg a vezetési tudása, a nem létező vezetési tudása. Oké. Okay. Most megláttátok, hogy mit nem szabad ugratni. Tehát igen, ez lett volna a következő dolog, amire ki akartam térni. Ami nem maga az ugratás, hanem az autóvezetés. Bár vannak járművek a játékban. Nagyon-nagyon-nagyon rosszul vannak kidolgozva a fizikák. Tehát a jármű viselkedés fizikája. Tehát így nagyon nem találták el a dolgot. Ez persze most pont egy olyan volt, hogy én voltam a hülye. De hát akkor mégiscsak gyalog megyünk. Megkeressük azokat a tipikus, sík részeket, ahol föl lehet mászni. Mindjárt látni is fogjátok, már meg is van. Ott tudunk majd kimászni ebből a kis kutyaszorítóból. Ja, alap painkillerből, meg alap snackből ne sajnáljátok a kaját meg a piát. Azt nyugodtan egyétek, rengeteget fogtok még bőle találni. A táposabb cuccokra már vigyázzatok. Kávé, energiaital, üdítő, aspirin, ehhez hasonló dolgok. Ezeket őrizgessétek inkább. A sima painkiller meg a snack az mehet. Miért van az, hogy minden játékban van nővér zombi? Ez az egyik kedvenc múlom. Puff! Nem én csinálom, ezeket random dobálja be. Ó, szerencsére van még egy járgány. Ugye értelemszerűen érdemes minél nagyobb járgánnyal menni, mert az több zombit tud széttaposni, még mögött tönkre megy. Ugyanis a járgányok sérülnek attól, ha a zombin áthajtatok. Kidurranhat a kerék, elkezdhet füstölni ugye. Ez egy nagyon jó kis négy kerék meghajtású járgány. Be is szállunk egyből. És gyorsabban is megy. Vannak benne versenyautók is, de azzal majd, hogy nem veszélyesebb menni, mint gyalog. Mert egy legkisebb bukkanótól is fölfüppeltünk az égbe, mint hogyha a PUBG-znénk. Itt egy raktár, amit szívem szerint átnéznék, de most haladjunk a templom felé. Ráadásul néha beragad a bal jobbra gomb, tehát így... ha úgy szálltok be a kocsiból, hogy közben véletlenül nyomjátok a balrát vagy a jobbrát, még az is megesetünk beragad. Hogy tényleg csak óvatosan a járgányokkal, járművekkel a játékba. Most jönnek rá, hogy ezek tulajdonképpen zombik. És próbálják kitalálni a szupervírus vagy valami hasonló történet, de hát ez... ugye az sima zombi történet, tehát így... még azt is számításra veszik, hogy az Isten bünteti őket emiatt. Itt a kedvenc járgányom egyébként, a platós kocsi. Ja, másik. Néha jobban működik a motorfék, mint maga a fék. Tehát, ha nyomtok egy hátrát, kész, satú. Valamikor, hogy nyomjátok a space-t, ami ugye a kézifék lenne, és tök sokat csúszik előre a kocsi. Nem értem. Úgyhogy be is értünk ebbe a városba, ahova Lily hívott minket. Úristen. Igen. Itt egyből látunk egy Dodge-ot, ha jól látom, ez egy Ford. Vagy annak a másolata. Na, erről beszéltem. A fizika a kocsiknak az jóformán nem létezik a játékban. Ja, és még valami. Ha nem akarjátok a kocsit rongálni, akkor úgy öljétek a zombit a kocsikkal, hogy melléjük mentek, és kinyitjátok az ajtót. Instant kill. Ha meg nagyon rámásznak a zombik a kocsira, akkor nyomtok egy satúféket. Ó, és már láthatjátok is a piros vérfröccses kis raktárat. Azok infestation-ök, azaz fertőzött területek. Van ment egy-két sikoltó... igen, vagy kenjétek a zombit a falnak. Van ment egy-két ilyen sikoltó zombi, ami másra nem is jó, csak hogy harapjon meg, hogy odahívja a többit. Úgyhogy arra majd figyelni kell. Ezeket megtisztítva újabb fémre, újabb hírnévre tehettek szert. Így farmolva egy kis pénzt lényegében véve a karakternek. Úgy, tehát ő ott Lily Ritter, azzal az old school fizikával, az meg ott egy sheriff. De kirúgta az ajtót. Ő a pásztor egyébként, az a testesebb emberke. Úgy látszik, a sheriff nem igazán szeretne minket befogadni, mert így is kevés gyógyszerük van, éppen azt mondták, hogy jaj, de jó, jött még néhány ingyen élő, aki megeheti az összes gyógyszerünket.
You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickname. Hát igen, ugye, mint mondtam, az emberi ellentétek egymásnak feszülnek ebbe a játékba elég komolyan. 25 influence-t kapnak és 10, vagy 100 community fame-et, tehát social networkös dolog, de azzal most még nem fogunk foglalkozni. Szóval, a templom. Ez lesz az első lakásunk, vagy bázisunk, ha úgy tetszik. Úgyhogy benézünk és beszélünk egy kicsit Lilivel. Walk with Lily. Melyikkel kell sétálni? Caps lockos? Ó, nem, a caps lockot lenyomva lehet csinálni néhány emote-szerűséget, amivel tauntolhatjuk a zombikat, meg ilyenek. Látjátok, itt is megvan a supply locker. Ezeket behaigálom. Azt is. Azt is. Azt kell. E-gomb lenyomásával egyszer egy egész tekket be lehet dobni. Láthatjátok, hogy itt már van azért némi lőszer. Tehát van 100 fémem. A lőszer az csak egy fém, hogy kivegyem, úgyhogy ezeket most ki is pakoltam. Itt már van molotov, van kávé, van suppressor. Ami kézi kraftolású, tehát 30 lövése elegendő, úgyhogy óvatosan vele. No. Már is kifosztottuk egy kicsit. 72 fémem marad, ebben bőve lehet takarékoskodni. És láthatjátok, hogy most már a home státusz az jóval nagyobb. Tehát 25 kajánk van. Kajából rengeteg van. Gyógyszerből már kevesebb. Lőszer 15, 22 építési alapanyag és 12 benzin. 8-al laknak ebben a templomban mindössze. Ugye láthatóan tényleg a gyógyszer a legkevesebb, ami miatt a sheriff is aggódott. Most Lily csak igazából azt magyarázza, hogy mihol található. Itt a konyha, ott az alvóhely. Ennyi. Kicsit szűkösen vagyunk, stb. Most mindjárt megmutatom, mit jelentenek, hogy igazából ez a gyógyszer, lőszer, meg ilyesmi, meg kaja. Az apja meg a tesója kint vannak ellátmányt szerezni. Lootolnak magyarul. És rajtuk kívül már mindenkivel találkoztunk. Itt van a pásztor, itt van a sheriff, ott van egy hölgy fönn a lőtoronyban, láthatjátok a kis csajszit terepszínű gatyóba, meg fonott hajjal. És a pásztor egyből a kezelésbe is vette az emberünket. Úgyhogy lényegében véve itt, ott most jön le. Jó másik kedvencem egyébként, elég jól bánik a shotgunnal. Legalábbis jól bánt a shotgunnal, mert én eléggé arra képeztem ki. És viszonylag jól is bírja a súlyt, és már megy is lefelé a nap. Tehát láthatjátok, hogy dinamikusan változik az a napszak. Meg az időjárás is eléggé. Most Lily pont arról beszél, hogy a pásztor megtesz mindent az annak érdekében, hogy a társunk túlélje, de elég rosszul néz ki a sérülés, és hogyha nem kap normális antibiotikumos kezelést, akkor valószínűleg átváltozik. És azt mondja, az a legjobb, hogyha fejbe lőnénk. Ugye fönnáll a veszély, hogy éjszaka átváltozik, miközben nem látjuk, és elkezd megharapdálni mindenkit. Tehát azt már tudjuk, hogy harapás útján terjed ez az egész, úgy látszik. Fertőzés útján, tehát ebben már biztosra mehetünk. Hát igen, most ugye veszekszünk vele, hogy most akkor befogadnak minket és fejvelőnek, vagy kirúgnak minket a hátsónknál fogva. Így működnek a dolgok, ugye? Ha valakit megharapnak, annak annyi. Okay. Ugye most magyarázták el lényegében véve az influence-nak a használatát, ugye, hogy minden nagyobb a fémünk, annál több cuccot vehetünk ki. Na már most, ugye, kaptunk 25 influence-t, minden napra kapunk, hogyha jól végezzük a dolgunkat, és néhány, és némi trustot, tehát bizalmat ezekkel a túlélőkkel szemben, tehát most neutrálisak velünk szemben. Közben írja nekünk a játék, hogy rucksack, kaptunk egy rucksacket, vagyis egy ilyen málhazsákot, amiben fölpakolhatjuk azokat a cuccokat, amit meg a házfejlesztéshez fogunk használni. Közben ugye a mappán infestation, ezeket ki lehet tisztítani. Ezek vissza is fognak jönni, tehát úgy menjetek ennek neki. Ugye írés, hogy ebbe egy screamer van, ebbe is egy screamer van, ami hívhatja többi zombit. Úgy menjetek ennek neki, hogy jól felkészülten, legalább egy hangtompítós fegyverrel, hogy egy fejlövés és kész, tehát az a screamer már ne tudjon sikoltozni.
és ne próbáljátok meg megtisztítani az egész várost, mert esélytelen. Tehát mindig kinyomtok kettőt, jön még kettő. Ez direkt azért van, hogy fémet lehessen farmolni. Ide kell mennünk körülnézni. Ez egy magaslati pont, ugye, amit mondtam, hogy lehet róla szörvejelni, tehát körbenézni. És keresnünk egy olyan helyet, ahol lehet, hogy találunk egy gyógyszert. Na már most. Ugye itt vannak az információk mindenkiről. Egyelőre még csak majára várhatunk, mert ugye ő katona volt, itt is van, sasszemű, no nonsense, tehát ez az improved wits képessége, tehát hogy tökös csajszik magyarul. Itt van a bátyja Lilinek, Lilire sose fogunk váltani, mert láthatjátok, hogy itt van radio operator room, tehát ő a rádiós. Rádió majd különféle dolgokat lehet csinálni, de az majd a következő részben lesz esedékes. Na már most, itt láthatók a cuccok. Az ágyak, a populáció, az influence, a fame, a labor, tehát hogy hányan tudnak dolgozni ebből a 8 emberből. Itt van, hogy mennyit fogyasztunk naponta. Tehát 8 ember naponta 8-at meg is eszik, tehát abból a 25-ből 8 hónapra el fog fogyni kajára. Itt van, hogy egy fogyaszt gyógyszert, ugye a 9-ből, és itt van a maximum, ugye, amit el tudunk érni. Abból többet fölöslegesen szedtek föl, mert nem tudjátok eltárolni normálisan. Benzint ugye nem fogyasztunk, mert nincsen kocsink, de a bázis fenntartásához ugye egy 6 alapanyagot megeszünk nap mint nap, és 8 lőszert úgy kb. El is lő a lőtorony nekünk, úgyhogy igen. Fegyverek, ugye itt vannak, amik ténylegesen itt vannak a templomban, ugye van 2 melee weaponünk, van egy revolverünk, azt is mi tettük be, van 9 kocsink, ami nem tudom ugye, hogy hol áll, de csak 2-t láttam itt a templom előtt. És a fákják meg a többi cucc, amit ugye láthatunk. Az, hogy most ez a 25 kaja, ez mit is jelent igazából, ezt ott fogjátok érzékelni, hogyha bejöttök a Supply Lockerbe, majdnem minden nap lesz itt valami harapnivaló. Most például itt van a 2 kávé, holnap itt lesz a snack, vagy bármi más, és ugye minél magasabb ez a kaja szint, annál durvább kaját kaphattok, vagy annál többet kaphattok ide bent ezekbe a kis lockerekbe. Fegyverre, lőszerre ugyanígy értendő. Tehát, hogyha minél több lőszer van itt eltárolva, annál nagyobb a valószínűség, hogy a lockerbe is találtok majd valamiféle lőszer. Tehát oda-vissza működik a dolog. Nem csak a fenntartáshoz szükségesek ezek a lootolt cuccok, hanem ténylegesen ahhoz is, hogy tudjatok valamit kiszedni a lockerből. De az a legbiztosabb, ha ti tesztek bele valamit, és azt bárki fogja tudni használni, aki itt szállásolja el magát. Ugye beesteredett, tehát most különösen veszélyes lenne kimenni, de itt igazán jól jön majd a sneaking, tehát a lopakodási képességünk. És bár most nem mennék ki alapesetben, de kimegyek, és itt van ugye a ház. Na ezt láthatjátok, a templom az már egy kicsivel nagyobb. Ugye ott van ez a fehér pavilonszerűség, az már egy beépített orvosi részleg, ami jó is, meg nem is. A jó az, hogy már alapból van, tehát nem kell rá anyagot költeni, a rossz az, hogy elvileg nem fölfejlesztető. Itt most fölfejlesztető, mert nem alapból van bent, hanem ez már egy direkt odaépített cucc. De alapjáraton, ahova beköltöztök, és ott van alapból valami, az már nem fölfejlesztető. Ez most egyedül azért nem fölfejlesztető, mert nincs elegendő alapanyagunk hozzá. Ha fölfejlesztenénk, akkor plusz 10 HP-t kapna mindenki, 30%-os eséllyel gyógyulna föl valami komolyabb sebzésből, és ha van trained healerünk, amik most azt hiszem nincsen, bár lehet, hogy a pásztor az, akkor plusz 20% még a meggyógyulási esély, tehát az már 50%, hogy 50-50 fölépül valaki valamiből, valami durvából. Van egy konyhánk, ahol rendezhetünk nagyobb kajákat, vagy illetve készíthetünk snacket, készíthetünk kávét, főzhetünk egy nagy lakomát, ami ugye fölemészt ennyi alapanyagot, tehát itt láthatjátok, hogy mibe kerül az, hogy ezeket kikérjétek. 5 fém, 1 kaja, 5 fém, 1 kaja, és 5 perc alatt készül el, az is oda van írva egyébként, játékbeli 5 perc. Bocsánat, real life 5 perc. Ugyanez a kávéfőzésre. A nagyobb lakom az már 5 kaját emészt fel, és 2 fémet, viszont 20 életerőt ad mindenkinek egy jó ideig. Tehát egy napig, vagy 2 napig, nem vagyok benne biztos. És van még egy, amihez kéne egy szakács. Ami 20 vitalitit és 20, vagy 10 staminát adna mindenkinek. Ez egy healthy meal, ez egy nagyon nagy kaja. De ehhez ugye kell egy szakás. Tehát hogy a túlélő csoportban kell, hogy legyenek ilyen specifikus emberek ahhoz, hogy ezeket véget tudják hajtani. Ugye most egyedül szakácsunk nincs itt, jelze is pirosan. I'm confused.
Ja, jó, oké, ez most ilyen beszélgetések néha rádión zajlanak a karakterek között, de ne is zavarjanak. Van ugye alvóhelyünk, most éppen mindenkinek van ágya, ami azt jelenti, hogy mindenkinek plusz 10 staminája van véglegesen. Ha éppen túl sokan leszünk, tehát 8 ágy van a házban, mi viszont 9-en vagyunk, akkor ez a good night sleep ez már piros lesz, tehát nem kap mindenki plusz 10 staminát. Van a rádiótornyunk, itt kereshetünk rá dolgokra, ez is fémbe kerül, úgyhogy vigyázzatok, ez 20 fém rákeresni, hogy lát-e valahol, vagy tudunk-e valamilyen medicínát, tudunk-e valamilyen kaja stacket valahol, tudunk-e valamilyen lőszert, alapanyagot, benzint, vagy éppen túlélőt, de ehhez nincs elég influencer, hogy kikérdezzünk. Oké, itt a lőtorony, ugye rendezhetünk egy snipingot, ami egy lőszer és 5 fémbe kerül, most éppen Allen a sheriff van ugye a lőtoronyban, az azt jelenti, hogy az ekkora fehér körünk, ami biztosít arról, hogy nincsen zombi a környéken, körülbelül ekkorára nyúlik ki. Tehát ekkora környéken megtisztít mindent a zombiktól, házon belül ez persze nem érvényes. Tehát ez volt a lőtorony, rádióba lehet keresgélni, ez az alvóhely, ez a konyha, ez a medical cucc, és van 2 üres spotunk, ahol láthatjátok, hogy mit lehet letenni. Van egy garázs, ami hangtompítókat, molotov koktélokat és mindenféle otthon barkácsolható fegyverek elkészítését segíti elő. Természetesen ide is kell egy tool expert, hogyha minden egyes elemét ki akarjátok használni ennek a barkács üzletnek, vagy mi ez. Plusz még sleeping áriát lehet csinálni, ami 50%-a csökkenti az alvási kényelmetlenséget, sleep deprivation. Igazából ez az a zsúfolt alvástól alakulhat ki, hogy mindenki összenyomorog. Tehát ez plusz ágyakat jelent, ugye van egy medical area, de az már nekünk van. Lehet egy training area-t csinálni, ami ugye fizikai kondíciót ad mindenkinek, plusz 10 stamina, meg ilyenek. Hát tehát ők egy gyúrós helyet. Van egy kert, ami eléggé fontos a túlélés szempontjából, hiszen egyfajtában kaját termel nekünk, illetve lehet egy könyvtárat építeni, ami a viccet növeli, tehát a tökösséget, ugye a tudományt, az okosságot, a felkészültséget javítja mindenkinek, de kell egy good researcher hozzá, hogy minden egyes elemét ki tudjátok használni. Tehát ezek építhetők jelenleg ide. Vannak olyan dolgok, amiket csak belülre lehet építeni, és láthatjátok, hogy ezek mind a kertbe foglalnak el. Tehát az egyik az itt lesz, a másik meg ott a sarokba. Úgyhogy így építkezzetek. Én most ide meg is csinálok 2, hogy bemutassam, hogy milyen ez az egész. Ugye értelemszerűen ide akarok egy kertet, tehát ez egyértelmű, de az a baj, hogy ahhoz nincs elegendő nyersanyag. Úgyhogy az biztos, hogy nem fog menni, és mi legyen a másik, amit meg szeretnék építeni. Szerintem egy training area nagyon jól jönne, úgyhogy azt pedig ide felhúzzuk. Látjátok, 9 perc múlva is készül. Ide most lepakolódtak ezek a barkás cuccok. Előfordulhat, hogy valami közbe csúszik, tehát nincsenek szögek, nincsenek fűrészek. Olyankor megint csak menni kell lootolni egy olyan helyre, amit megjelölnek nekünk rádión keresztül, hogy lehet, hogy ott találsz egy kalapácsot, fűrész, stb., amit hazahozva folytathatják a szerelést. Most láthatjátok, hogy lecsökkent nagyon a nyersanyagunk, tehát azt is kell majd szerezni. Továbbá ugye mindig ednek kell... Oké, itt most megint csak egy kis random beszélgetés fültenül lehetünk. Tehát ennek kell szereznünk antibiotikumot, ez lesz majd a következő küldetésünk, de ezzel szerintem megvárjuk majd a holnapot, meg a következő videót, ugyanis elbeszéltem az összes időnket, ennyi fért bele a mai epizódos, srácok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, dobjatok egy lájkot, hogy érztek, hogy megérdemlem, a következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!